és a kormányának az az egyik teljesítménye, hogy a korábbi teljes centralizáció, tehát amit a újraelosztás, így mondom, csak teljes újraelosztás a magyar GDP-hez képest, az olyan 51% körül volt, amikor a Vajnai kormány befejezte, és most 55% körül. Tehát valójában itt nem adócsökkentés volt, hanem adó emelés ezen ágon. Ezt a makroszámok is mutatják, mert a bőrünkön érezzük, a SMS adó, a tranzakciós adó, a megemelt áfa, stb. 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 De ez megjelenik a makroszint. És még egy számot hagyd mondjak, hogy ez a növekedéshez visszautalva, hogy a válság mélypontjához, ami 2009-ben volt, amikor ugye 6,5%-kal esett vissza a magyar gazdaság, amikor én átvettem a kormányzást, és próbáltuk ezt a válságot kezelni. De az a mélyponthoz képest azóta egyetlen 1%-kal vagyunk előrébb. 1%-kal vagyunk előrébb most a reál növekedésben, a inflációt félretéve, 4 év van. Úgy is mondhatnám, hogy a 2008-as GDP-nkhez képest 5%-kal lejjebb. Miközben a térségben Lengyelország, Szlovákia, de még a sokkal gyengében teljesítő Csehország is azért legalább azt a szintet már elérte, ami a válság előtt volt, vagy meghaladta. Tehát az egész költségvetést abból kiindulva lehet megítélni, hogy itt egy valójában egy negatív spirálba, egy saját házigyártású válságba vitték bele a magyar gazdaságot, hiszen a világgazdasági válság sokját a legtöbb ország már kihevertem. Magyarországot ebbe belevitték, lényegében egy stagnálás volt ez az 1%-os növekedést, ezt ennek tekintem, 4 évre hoztunk. És emiatt a saját várakozásaikhoz képest is folyamatosan újabb és újabb megszorító csomagokat kellett bejelenteni, de mivel politikai kormányzás van, ezért ezeket a megszorításokat nem valami fajta strukturális reformként csináltak meg, tehát úgy, hogy átalakítok valamit, aminek rövid távon van vesztesége, de hosszú távon nyereséget hoz, mint mondjuk egy jó sikerült fogyókúra, hanem helyette éppen azért, hogy ne kelljen bevallani nyilvánosan a korábbi kontárságot, vagy irreális hazug ígéreteket, ezért olyan megszorításokat csináltak újra és újra, amivel a növekedést egyre mélyítették. És egy idő után ez az ördögi kör, hogy úgy szorítok meg, ami csökkenti a gazdaság teljesítőképességét, ezért kisebb a GDP, ha kisebb a GDP, kevesebb a bevételem, tehát újra meg kell szorítanom, és így megyek egy ördögi. Ja, ez teljesen életes. Most ebből fakad az, ami most van, és bocsánat, ha valakinek evidenciákat mondott, csak biztos sokféle előképzettsége rendelkező ember ül. Ebből fakad az, hogy ezek a költségvetések valójában újra és újra megszorításokból indulnak ki, illetve amit csináltak, amikor hatalomra kerültek 2010-ben, akkor ugye bejelentették a radikális adócsökkentés, egykulcsos adó. Ez látszott, hogy egy 500 milliárdos lyukat üt a GDP, vagy a ház költségvetésen. Ezt most ki is mutatta múlt héten a század vég egyik kutatója, valaki mással egy közös tanulmányban, 444 milliárdos lyuk van a GDP-nek per év. Azt gondolták, hogy ez Brüsszel el fogja fogadni, nem fogadta el Brüsszel, ugye az Orbán első hetében a kormányzásának Barroso azt mondta, hogy nincs engedmény abból, amit a Bajnai kormányon megegyeztünk. És akkor azt mondták, akkor is megcsináljuk ezt az egykulcsos adóbevezetést. Legfeljebb akkor bevezetjük a különadókat, majd utána elvonjuk a nyugdíjpénztári megtakarításokat, 12 év takarékoskodását 3 millió embertől, a jövőre félretett pénzét. És ezeket a mondjuk így családi ezüstöket, az ide befektetett tőke megadóztatásával, meg a nyugdíjpénzek elégetésével ezt a családi ezüstöt kezdték el elégetni. Tulajdonképpen a jövő felélése folyik a jelen politikai szavazatszerzésének a hasznára. Egy óriási szerencséjük van. Azt kell mondanom, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt működik a Fidesz kormányzat gazdaságpolitikai szempontból, mert a nemzetközi környezet, van még itt üres szék, hogyha... Egy szempontból óriási szerencséjük van. A európai és amerikai válságkezelés, az viszont pont a Fidesz kormányzás időszakában futott fel úgy, hogy elképesztő mennyiségű pénzt nyomtatnak, töltenek bele a gazdaságba azért, hogy Amerika meg Európa stabilizálódjon. Most ez az elképesztő mennyiségű pénz helyet keres magának, és ugye nagyon drágán,
magas kamatokkal, de Magyarországra is bőven jut belőle, ezért tudják finanszírozni. És a forintot ugyan 10%-kal rosszabb, gyengébb árfolyam, mint amikor átadtam a kormányzást Orbán Viktornak, de a forintot is a 300 környékén tartják most már jó ideig. Ott már 320 is átmenetileg az alattuk, de most 300 körül tartják. Amikor átadtam a kormányzást, akkor 264 volt a forint az euróhoz. Tehát ezért van egy szerencsém, ez a szerencse nem fog nagyon sokáig tartani, mert már látszik, hogy az Egyesült Államokban, ahogy kezd beindulni a normális növekedés, előbb-utóbb el fogják kezdeni elzárni ezt a pénzcsapot. Most ugye új elnöke lesz a Fednek, akire azt mondják, hogy inkább galamb, mint héja. Ezért nem decemberben kezdi el csavarni a csapot, hanem lehet, hogy csak márciusban, de lehet, hogy júniusban. De amikor ezt a csapot elkezdik tekerni, akkor nagy valószínűséggel a pénz elindul vissza az Egyesült Államokba, illetve kevesebb pénz lesz, és akkor Magyarország, hogy nagyon nagy kockázatnak van kitéve, tartok tőle, hogy keményen szemlődött. Jó hosszan válaszolok, és még nem a költségvetésig nem is jutott. Akkor beszéljünk biztos. Én megígérem.